Sziasztok! Időnként összegyűlik nálam pár darab olyan termék, amik valamiért nem igazán váltak be, és ezeket ugye mindig egy videóban meg szoktam nektek mutatni. Az összes ilyen videót azzal szoktam kezdeni, és most nincs ez másként, hogy attól, hogy valami az én számomra nem vált be, nem szeretem, nem működik, nem hat, az nem jelenti azt, hogy nektek ne lehetne ez a kedvenc terméketek. Lehet, hogy ez a termék csak az én bőr vagy hajtípusommal nem kompatibilis, vagy vannak olyan egyéni preferenciáim, amiért én ezt nem szeretem. Szóval ez nem azt jelenti, hogy ez a termék ez rossz, hanem egyszerűen azt, hogy ez nekem nem vált be. Viszont fontosnak tartom, hogy erről is beszéljünk, hiszen nem minden tökéletes, nem csak nagyon-nagyon jó termékeket szoktunk vásárolni, hanem igenis vannak olyanok, amikkel egy kicsit úgymond csalódottak vagyunk. És igen, erről is kell beszélni, legalábbis szerintem, úgyhogy nézzük is, hogy mik azok a termékek, amikkel én az utóbbi időben nem voltam elégedett. Először is itt van egy hajspré, ez a L'Oréal Elnett hajspréje, méghozzá ez a festett hajra való változat, amit szerintem már ilyen másfél éve vettem, és azért esett erre a választásom, mert nagyon sok jót olvastam erről a hajspréről, illetve ez a festett hajra való változat azt is ígérte, hogy óvja a hajnak a színét, és kétféleképpen is használtam ezt a hajsprét. Az első az volt, hogy loknikat készítettem magamnak, és utána azt szerettem volna, hogy ezt megtartsam. Na már most ez nem sikerült nekem. Ezek a loknik, amiket készítettem, így 2 óra elteltével teljesen kisimultak a hajamban. Nekem alapjáraton ez így nagyjából az általános hajam állapota. Szóval alapjáraton inkább egyenes hajam van, viszont én egy nagyon-nagyon felharangozott hajsprétől azt várnám, hogy egy kicsit jobban megtartja ezeket a hullámokat. Ez nem így tett, úgyhogy már ekkor csalódtam benne, viszont úgy voltam vele, hogy ha másik funkcióját belátja, amire én szántam, akkor el fogom használni. Ez pedig az lett volna, hogy amikor coffot vagy kontyot készítek magamnak, a babahajaimat szerettem volna rögzíteni. És így sem remekelt az az igazság, hogy ráfújtam, próbáltam így rásimítani a fejemre ezeket a kis babahajakat, viszont ugyanúgy elkezdtek égnek állni, úgyhogy ilyen téren sem vált be. Amúgy azt tényleg alá tudom írni, hogy nem ragacsos, kellemes illata van, nem fullad meg tőle az ember, amikor használja, viszont mindez fölösleges jó tulajdonsága, hogyha emellett számomra egyszerűen nem nyújtja azt a tartást, amit én elvárnék tőle. Úgyhogy ez nálam így most a kukában fogja végezni. A következő az egy fogkrém, és amikor még a fogínvérzéssel küzdöttem, akkor írtátok többen is, hogy próbáljak ki Parodontax fogkrémet, és ki is próbáltam, viszont nem véletlenül bekerült ide ebbe a videóba, mert egyszerűen annyira elviselhetetlen, már a szagától is rosszul vagyok, annyira elviselhetetlen, hihetetlenül sós íze van, hogy észrevettem magamon, ugye, hogyha valakinek gondja van, meg hát így se úgy se szabad erősen dörzsölni a fogakat is úgy mosni, pláne, hogyha valakinek fogénvérzéssel van problémája, és azt tettem észre magamon, hogy egyszerűen tényleg szinte rosszul voltam ettől az íztől, és így ettől a fintortól, vagy undortól, nem is fintortól, hanem ettől az undortól folyamatosan fintorva rándult az arcom, és olyan erővel dörzsöltem a fogaimat, hogy már csak ettől elkezdett vérezni. Nem éreztem a fogaimat utána tisztának, a felületüket, tudjátok, nem éreztem ilyen abszolút simának, nem éreztem utána, hogy jó lenne a leheletem, és lehet, hogy azért, mert hogy a használata alatt túlságosan rányomtam a fogaimra a fogkefét, de én egyáltalán nem vettem észre, hogy segített volna bármit a fogénvérzésen. Azóta szerencsére ezzel a problémával már nincsen gondom, viszont nálam ez is kuka lesz, mert elviselhetetlen, nem akarom többet használni. A következő 2 terméket tesztelésre kaptam, és igen, itt megfogalmazhatjátok a kérdést, vagy én is megfogalmazhatom, hogy a tesztelésre kapott termékekről vagy jót, vagy semmit kell lemondani. Erről szeretnék majd egy külön videót készíteni. Mindegy, ez a Herbariától érkezett, a Bojtorian 2 az egyben sampon, és a Bojtorian hajszesz, ami elvileg zsíros és korpás hajra van kifejlesztve, és ezen a problémán hivatott segíteni.
Nekem ez a két termék nem vált be, irritálta a fejbőrömet, a fejbőröm még jobban viszketett tőle, mint előtte, és emellett használat közben is csípte, főleg a hajszesz használata közben. Emellett a használata is egy kicsit macerás szerintem, először meg kell mosni egy adag samponnal a hajunkat, utána azt ugye le kell mosni a hajból, utána a hajszesszel kell kezelni a fejbőrünket, ezt rajta kell hagyni egy ilyen 20-40 percen keresztül, utána ezt lejobbítani, majd utána megint megmosni a hajunkat a samponnal. Na mert most ezt ugye kiszámolhattátok, akkor első hajmosás, én ezt mindig úgy csináltam, hogy behajoltam úgymond a zuhany fülkébe, megmostam a hajamat, utána rátettem ezt a hajszeszt, és egy ilyen 40 percet hagytam hatni. Na mert most a hajszesz az csípte a fejbőrömet elég rendesen, aminek lehet az is az oka, hogy az összetevő lista harmadik helyén az alkohol szerepel. Emellett van benne parfüm is, és ha jól tudom, akkor más ilyen olyan összetevő is, ami esetleg allergiát válthat ki. A samponnak nagy pozitívuma, hogy szerintem nagyon kellemes illata van. Egyáltalán nem szokványos, viszont nagyon-nagyon kellemes. És a hajam a használata után fényes volt, viszont ez sajnos számomra nem váltotta ki azt, hogy a fejbőröm viszketett tőle, és mivel vakartam is a fejbőrömet utána, így még inkább láttam a korpát. Emellett az összetevő lista első helyén a szulfát áll. Az összetevőkhöz én annyira nem értek, ezt tudjátok, szerintem, hogy igyekszem szulfátmentes samponokat használni, mindegy. Mert úgy vettem is, hogy nekem a szulfátra is érzékeny a fejbőröm. Nem tudom, hogy így a kettő közül melyik volt igazán ludas azért, hogy nekem nem váltak be sajnos ezek a termékek, mert hogy melyik váltotta ki jobban az irritációt, mert mind a kettőt együtt használtam, ezt ajánlja is a leírás, mert hogy így lehet elérni velük a tökéletes hatást, de nekem nem váltak be sajnos ezek a termékek, úgyhogy ezeket sem fogom elhasználni. A következő az olyasmi, amiért szerencsére nem adtam ki pénzt. Ezt a Douglas-tól rendeltem, egy online rendeléshez járt. Ez az Alessandro márkának ilyen körömlak lemosó géje. Na mert most nekem még soha nem volt ilyesmivel dolgom, nem tudom, hogy ti hallottatok-e már ilyenről. És kipróbáltam, nagyon kíváncsi voltam rá. Kinyomtam egy picit ebből a krémből, mert hogy ez tényleg egy... Hát én inkább krémnek mondanám, mint géles textúrájúnak. És a pozitívum, hogy az illata relatív kellemes. Nem ez a tipikus büdös körömlak lemosó szaga van, viszont itt kiismerült minden. Kinyomtam belőle egy kicsit egy vattakorongra, hogy na majd akkor azzal szépen eltörzsölöm a körmeim felületét, és már eleve ilyen szemcsés test vagy arcratírhoz hasonló magának a gélnek az állaga, ami nekem egyáltalán nem tetszett a körmeimen. És utána, miután lemostam vele a körömlakkot, ami átment így a bőrömre is, úgyhogy szerintem sokkal-sokkal hatékonyabb egy sima iszon a körömlaklemosó. Miután lemostam a körömlakkot, utána egyszerűen így a körmeim felülete fehér volt, és minthogyha, nem tudom, hogy a köröm az lehet-e olyan, mintha hámlana, de tényleg ilyen kis apró kis köröm foszlányok, vagy köröm kis rétegek, kis szöszök így kiálltak a körmöm felső felületéből, ami nagyon-nagyon nem tetszett. Pedig nem nyomtam rá túl erősen a vattát. Ja, és emellett így, ahogy ugye dörzsöltem le a körmlakot a körmömről, ez a géles, szemcsékkel teli anyag fel is melegedett, ami aztán még kellemetlenebbé tette az egésznek a használatát. Úgyhogy van még benne egy alkalomra elegendő gél, és nem azt mondom, utazáshoz szerintem több praktikus lenne, mert már maga a mérete miatt is, viszont ezt így, ahogy van, ki fogom dobni, mert nagyon-nagyon nem vált be. A következő az az Ébelin úgynevezett szemöldök borotvája, amit nem is tudom, mikor vettem meg. Martin már használta is, ő így semmit nem mondott róla, hogy jó vagy rossz, viszont én tegnap este használtam így először, és azt kell mondanom, hogy borzasztó. Nagy nehezen sikerült onnan, úgymond leborotválnom vele a szemöldökömet, ahol nem szerettem, hogy legyen szemöldököm. Tudom, hogy sokan azt mondják, hogy itt felülről nem szabad szedni a szemöldököt, de mert most az én szemöldököm így elindul a hajtövem irányába, ilyen kis apró kis szőrszálak, az szerintem nem néz ki jól. Úgyhogy én azt vagy kiszoktam szedni, hiszen most úgy gondoltam, hogy nincs kedvem vele szöszölni, hogy akkor leborotválnom. Nagy nehezen sikerült is leborotválnom vele, viszont
Nem tudom, én ezt egyáltalán nem tartom elég élesnek ehhez a munkához. Nagyon sokszor kellett átmennem a felületen, már a végén egy kicsit kellemetlen is volt, mert igen, hogyha így folyamatosan így átmész valamilyen borotvaszerű cuccal a bőrödön, akkor egy idő után elkezd irritálni ott a bőrödet, hogy ki is pirosodott ott a bőröm, úgyhogy nekem ez se jött be sajnos. És a végére van itt még kettő darab sminktermék. Az egyik, az a Catrice-nak a Liquid Camouflage korrektora. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretitek. Ahogy mondtam, én nem leszólni szeretném a termékeket, egyszerűen elmondom, hogy nekem miért nem váltak be. Erről a korrektorról volt már egy összehasonlító teszt, amiben a Maybelline Fit Me korrektorral teszteltem. Azt én sokkal-sokkal jobban szeretem, ezt nem is igazán használom. A legnagyobb problémám vele az az, hogy nekem szárítja ezt a szem alatti bőrt, és egyszerűen nem néz ki jól utána napközben. Illetve a Maybelline Fit Me-nek szerintem a fedése is jobb, úgyhogy nekem ez nem vált be, hiába van ekkora, hiába van ennyire felkapva nagyon sokaknál. És az utolsó termék, az pedig az Essence XXXL Long Lasting Lip Gloss a matte verzióban, méghozzá nekem a 05-ös Velvet Rose van meg, amit egyszerűen nem bírok benne, és ezért szerintem ez így a legnagyobb gondom vele, hogy miért nem használom, az az illata. Vagy hát szerintem ez már szag annyira, nem akarom megszólogatni, nem is tudom miért erőltetem, annyira édes, mű, karamellás, cukros, vaníliás, vagy én nem is tudom milyen illata van, ami számomra már elviselhetetlen, főleg így a szám közelében nem szeretnék ennyire mű illatot érezni, vagy nem is tudom, remélem, addig nem jutottam el, hogy az ízét is kitapasztaljam, nem tudom, hogy az is ennyire zavaró-e. Borzalmas. Valamint nekem egyszerűen nem tetszik az állaga, mert az ajkakon ilyen kicsit habos, nem tudom, hogy látni fogjátok-e. A színe amúgy tök szép lenne, az állaga egy kicsit habos, és a problémám ezzel az, hogy ez a textúra nagyon-nagyon szeret megülni az ajkaknak az apró redőiben, ami nem néz ki egyszerűen jól, és utána, ahogy beszélek, ahogy összeérintem az ajkaimat, akkor így elkezd foltosodni, mert hogy így az egyik ajkamról átveszi a másik ajkam a festéket, szóval egyáltalán nem nevezhető hosszantartónak, nem ül meg szépen az ajkakon, úgyhogy nálam sajnos ez is kuka lesz. Írjátok meg nyugodtan, hogy nekem mik voltak az utóbbi időben a legnagyobb csalódásaitok. Nagyon kíváncsi vagyok rá, ahogy mondtam, a termékeket leírni egyáltalán nem szeretném, ez az én személyes véleményem volt. Azt is megírhatjátok nyugodtan, hogyha éppen az adott termékkel, amit nálam most ebben a videóban láttatok, nektek pozitív tapasztalatotok van, mert szerintem ebből is lehet tanulni, hogy kinek miért nem válik be, és utána ezzel szemben, hogy kinek miért jó az adott termék. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez is egy interaktív beszélgetésé fajul a hozzászólások között. Nagyon örülök, hogy mostanában egyre aktívabbak vagytok, egyre több hozzászólás érkezik, egyre több e-mailt kapok, nagyon igyekszem ezekre mindig válaszolni is. Ha egy kicsit várnotok kell erre, akkor elnézést, de tényleg igyekszem felvenni ezzel a megszaporodott hozzászólás és e-mail mennyiséggel a tempót. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, és további szép napot kívánok nektek! Sziasztok!